Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai alkalmon. Lehet, hogy több hajszálam van, mint hangom, szokták mondani. Kicsit halkabb leszek talán. Ma reggelre ment el a hangom, még tegnap jobb volt. Tegnap egy olyan alkalmon vettem részt, ahol klub és egyesületi vezetők találkozója volt, és ott tartottam egész nap programot, ott még volt hangom. Ma reggelre már szinte teljesen eltűnt, aztán szép lassan kezd visszajönni. Két héttel ezelőtt, amikor itt voltam veletek, akkor egy olyan fontos kérdésről elmélkedtünk együtt, mint az elpecsételésnek a kérdése, vagy egy hete? Múlt héten. Mondom, hogy nagyon, nagyon zaklatott heteim vannak, nagyon pörgő napok, úgyhogy egybe folynak a napok. Tehát a múlt héten, amikor együtt voltunk, akkor együtt tanulmányoztuk Isten igét az elpecsételés téma, illetve a hét utolsó csapás témakörében. És azt ígértem nektek, hogy az azt követő alkalmak során a rostálás és az elpecsételés kérdéskörével fogunk foglalkozni. Ha az utolsó idők eseményeit nézzük ezzel összefüggésben, akkor azt szoktuk mondani, hogy van három olyan specifikus tanítás, ami gyakorlatilag ezekkel van összefüggésben, és hát én nagyon remélem azt, hogy nem ez egy száraz anyag lesz, mert egy nagyon nehéz száraz anyagnak tűnik, hanem nagyon gyakorlatias, amelyek egybe vannak fonódva gyakorlatilag, amit úgy nevezünk ilyen szempontból, hogy rostálás, az Isten elpecsételése, vagy hát az elpecsételést inkább én jobban szeretem úgy használni, hogy Isten, amikor az ő gondjába von bennünket. Tehát amikor betakar bennünket, amikor védelmez bennünket. Tehát hogy mit jelent az, amikor Isten betakarja a szeretetével az őt félőket, és aztán a hét utolsó csapásnak ugye a története, amivel legutóbb foglalkoztunk. Ahhoz, hogy megértsük a úgynevezett rostálásnak a témakörét, hogy kit érint, vagy kiket érint a rostálás, és mit mond erről a Szentírás, én szeretném, hogyha egy bibliai történeten keresztül próbálnánk megérteni. Akkor, amikor rostálásról beszélünk, nyilván nagyon sok kérdés felmerül, egyrészt nagyon sokan elkezdenek félni, hogy valami borzasztó dologról van szó, aztán kérdés szokott lenni, hogy mit jelent maga a rosta, kik között zajlik a rostálás, meg mit jelent ez, hogy van jelen egyáltalán Isten ebben a kérdéskörben. Egy olyan beszélgetést kellene találnunk, vagy olyan történetet a Bibliából, amely teljes egészében bemutatja ezekre a kérdésekre a választ. És ami talán leginkább kifejezi azt, hogy mit tesz Isten az ő gyermekeiért a rostálás időszakában is. Egy ilyen történetet találtam, illetve biztosan van több is, én egyet szeretnék most megosztani veletek. Lukács evangélium a 22. fejezete alapján a 31. verstől fogjuk megnézni, hogy Jézus Krisztus hogyan küzd azokért az emberekért, akik nem ismerik fel igazából az igazságot önmagukról. Azt az igazságot, amit Isten szeretne kinyilatkoztatni nekik, az az igazságot, amely alapot képezhetne arra, hogy Isten szent lelke által megváltozzanak jellemüket tekintve. Péter apostollal beszélgetett ebben a részben Jézus Krisztus, a szeretett tanítvánnyal, aki János és Jakab mellett gyakorlatilag a tanítványi kör legszorosabb részét jelentette Jézus körül. Hogyha Péterről beszélünk, akkor azt kell mondanunk, hogy Péter apostol talán az egyik olyan bibliai személy, akiről a legtöbbet olvasunk az evangéliumokban. Tudjuk az ő elhívásának a történetét. Tudjuk az ő foglalkozását, hogy halászember volt. Péterről azt is tudjuk, hogy nős ember volt, családja lehetett, hiszen legritkább esetben van az embernek úgy anyósa, hogy nincs felesége. Kettőt szívesen felcserélni, ugye, hogy van feleségesleg, de nincs anyós. De olyan, hogy legyen anyósa, de nincs felesége, hát ez elképzelhetetlen. Nős ember volt, hiszen tudjuk, hogy Jézus többször is megszállt az ő otthonában, és meggyűjtött az ő anyósát. Azt is tudjuk, hogy Péternek valószínűleg több elhívás története is van. Akik ezt az elméletet vallják, azok úgy látják, hogy Pétert elhívja az Úr, de ez nem azt jelenti, hogy már az első pillanattól kezdve Péter Jézussal járt 3,5 éven keresztül, hanem hogy Péter egy időben visszatért úgymond a civil foglalkozásához, és Lukács evangélium a 5. fejezet első 11 verse mondja el azt a pillanatot, amikor Jézus ismét megszólítja Pétert, és azt mondja Péternek, hogy innentől kezdve most már kövess engem folyamatosan, tehát ne térj vissza a te munkádhoz. Azt is tudjuk, hogy a nagy galileai válság idején, amelyről János evangélium a 6. fejezete számol be, amikor Jézust százával hagyják el az emberek, mert csalódnak abban, hogy Jézus nem fogadja el a politikai karriert,
Akkor Jézus megfogalmazza azt a hallatlan nagy kérdést a tanítványok felé, hogy ti is el akartok engem hagyni? Látjátok az emberek tömegeit, mindenki elmegy. Mindenki itt hagy. Mást vártak tőlem. Ti is itt akartok hagyni? És akkor Péter apostol az, aki a következőt mondja Jézusnak, Uram, hát kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Aztán ugyanez a Péter apostol az, aki Máté evangéliuma feljegyzése szerint Cézár a Filippi környékén arra a kérdés, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ilyen válaszolnak a tanítványok, hogy Illésnek, egy prófétának, és Jézus folytatja, hogy és ti kinek mondatok engem, a következő hatalmas kijelentést teszi, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Miért foglalkozik vajon így sokat Péterrel a Biblia? Miért tűnik úgy, hogy a négy evangéliumban a tanítványok közül Péter személyével talán többet foglalkozik a Szentírás, mint a többiekkel? Talán azért, mert Péter életének és Péter történetének van egy nagyon fontos részlete. Van több is, de egy nagyon-nagyon fontos részlete. Péter egy olyan tanítvány volt, aki nagyon sokat harcolt és küzdött. De kivel? Kivel volt Péternek a legnagyobb küzdelme? Igen, Erika, saját magával. Saját magával. Tudjátok-e, hogy melyik volt az a tanítvány, aki a legközelebb volt a Jézust eláruló tanítványhoz, Júdáshoz? Ilyen értelemben. Péter. Most azt mondhatjátok, hogy Júdás elárulta az Urat. Péter meg időzőben csak megtagadta. És próbálunk itt egy ilyen sorrendet felállítani, hogy hát azért a Júdás az mégiscsak nagyobb volt, mert hát csak elárulta, meg még csókkal is elárulta, meg stb. A Péter meg csak megtagadta. Csak hogy a Biblia nem ismeri, hogy csak. A péteri tagadás nem sokban különbözik a júdási árulástól. Ez a két ember bizonyos értelemben ugyanolyan mélységeket jár meg. Miért beszél mégis nagyon sokat a Biblia Péterről? Hát talán éppen azért, mert Péter így válik embertársunká, sorstársunká. És mert Péter élete más lesz, mint Júdás élete. Pedig akkor és ott a főpap udvarában azt olvashatjuk a Bibliában, hogy átkozódva és szitkozódva, esküdözve tagadja le azt is, hogy valaha látta Jézust. Súlyos szavak ám ezek. Átkozódva, szitkozódva, esküdözve. Ez magyarul azt jelenti, hogy olyan felindultsággal beszélt Péter, és olyan kifejezéseket használt Péter, ami meggyőzte a vele szemben álló embereket, hogy hát ennek tényleg semmi köze Jézushoz. Tehát nem csak a viselkedésével mutatta ezt Péter, hanem olyan szavakat használt, hadd mondjam így, és ezeket a szavakat olyan mondatokba csomagolva, aminek a hatására az emberek talán inkább befogták volna a fülüket, és azt mondták, hát aki ilyen így beszél, ilyen szavakat használ, ez nem lehet Jézus követője. És mit is mondott Péter? Én nem ismerem ezt az embert. Mit mondott néhány hónappal korábban? Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És most? Most csak egy ember. Már csak egy ember. Szóval a péteri életút, és ilyen tekintetben a júdási életútnak ez a szakasza nem különbözik olyan sokban egymástól, mint ahogy mi azt gondoljuk. De a vége gyökeresen más. Júdás felköti magát, Péter megtér. De akkor mi közöttük a különbség? Talán éppen ezért is foglalkozik oly sokat a Szentírás Péterrel, hogy lássuk ezt a különbséget. Ami valójában a megtérés jelenti Péter számára. Az első dolog, amire meg kell találnunk a választ, az első kérdés, hogy vajon hogyan küzdött Jézus Júdásért, és hogyan küzdött Péterért. Küzdött Jézus Júdásért? Nagyon sokat. És küzdött Péterért? Nagyon sokat.
Ha júdási küzdelemről akartok olvasni János Evangélium a 6. fejezetében, János Evangélium a 12. fejezetében, János Evangélium a 14. fejezetében olvashattok róla. Az úrvacsora alkalmával, amikor küzd Júdásért, a Getsemáné kertjében, amikor megkérdezi tőle egy barátom, miért jöttél, ahogy küzd érte? Most ugyanígy küzdött Péterért is. Júdás is és Péter is más világban élt, ami az önmagával való kapcsolatot jelenti a más világon, hogy így értsétek. Mást láttak önmagukban, mint akik valójában voltak. Mind a kettőnek ez volt a nagy-nagy csapdája. Van-e olyan beszélgetés a Bibliában, ahonnan elindulhatunk, hogy hogyan küzdött Jézus Péterért? Van. Éppen az a rész, amit most fogunk felolvasni, Lukács Evangélium a 22. fejezet 31. versétől. Erről a beszélgetésről Máté, Márk és Lukács is beszámol egyébként. Így hangzik. Mondta pedig az Úr, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondanéki, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halára menni. És ő mondta, mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Mikor zajlott le ez a nagyon érdekes beszélgetés, aminek lesz folytatása, majd végigvesszük. Jézus már kijött a felházból, elfogyasztották az utolsó vacsorát, a tanítványok, de még nem érkeztek be a Getsemáné kertjébe. Lényegében ezen az úton Jézus egyre szótlanabb, egyre inkább látszik, hogy valami hatalmas küzdelem előtt áll, de még mielőtt megvívná azt a küzdelmet, amikor vért verejtékezik a Getsemáné kertjében, előtte az olajfák hegyében, a tövében, ahol a kert található, megáll, és szeretne beszélni az ő tanítványával, Péterrel. Ránéz Péterre, és azt mondja neki, hogy Simon, íme a sátán kikért titeket. Kiket? A tanítványokat. Miért kért ki, hogy megrostáljon, mint a búzát? De én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, hogy idővel vagy megtérj, és erősítsed a testvéreidet. Milyen érdekes, hogy Jézus először azt mondja, hogy az ördög kikért titeket, mindannyiótokat kikért az ördög, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, nem értetek, hanem érted Péter, hogy ne fogyatkozzék el a hited. Jézus egy ószövetségi igét említ ezzel kapcsolatban, Ámos próféta könyvében olvashatjuk azt, hogy mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Ismert volt a rostálásnak a gondolata. Mit jelent az, hogy kikért titeket a sátán? Ha tudni szeretnénk, mit jelent a kikérés, olvassuk el Jób könyvét. Jobbot kikérte az ördög. A kikérés ezt jelenti. Amikor az ördög elkezdi sanyargatni a te életedet. Nem teheti ezt úgy, hogy mindent megtegyen az életedben, amit akar, mert az Úr korlátozza. És amikor nagy nyomorúságos körülményekre gondolsz, vagy arra, hogy milyen nehéz most a te életed, gondolj arra, hogy milyen lenne, ha az Isten nem korlátozna az ördögöt. Mit tenne akkor, hogyha nem lenne korlátok közé szabva az ő tevékenysége? És azt mondja a Szentírás, hogy Jézus egy érdekes mondatot mond, kikért titeket az ördög, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék el a te hited. Elgondolkoztam azon, hogy biztos, hogy jó dolgot tett Jézus. De Péter helyében vagyok, akkor azt mondom neki, hogy Uram, kikért engem az ördög, hogy megrostáljon? És te azért imádkozol, hogy ne fogjon el a hitem? Nem lehetne, hogy azért imádkozzál, hogy ne kérjen ki az ördög? Nem lehetne, hogy azért imádkozzál, hogy változzanak a körülményeim? Hogy megváltozzanak az emberek körülöttem? Jó dolog, hogy azért imádkozol, hogy a hitem ne
törjön meg, de nem lehetne, hogy azért imádkozz, hogy megnyerjem a lottóötöst, és akkor hidd el, hogy sokkal jobb lelkületben lennék, mert nyugodtabb lennék, nem lennék stresszes, sokkal hűségesebb lennék, olyan sok imaházat építenék, meg nem tudom én mit csinálnék, Uram. Miért azt mondja Jézus Péternek, hogy imádkozom érted, hogy ne fogjon el a hited? Tudjátok, Péter ezt igazából itt nem értékelte. És hadd mondjam el, mi sem igazán értékeljük sokszor. Hogy az Úr közben jár értünk, hogy ne fogjon el a hitünk. Hát ez tényleg olyan jól hangzik, csodálatos, de nem lehet, hogy azért járjon közben, hogy sima ötöst kapjak a vizsgán, vagy nem tudom én. Tehát valahogy úgy megpróbáljuk, hogy emberi formában ezt megjelentetni. De Jézus nem ezt mondja, hanem azt, hogy Péter, azért imádkozom, hogy a hited ne fogjon el. De miért ezért? Az ördög célja soha nem az, hogy te ne járj gyülekezetbe. Az ördög nem bánja, hogy gyülekezetbe jársz, vagy templomba jársz. Az ördög nem bánja azt, hogyha te úgy étkezel, hogy a Biblia mondja. Az ördögöt az sem érdekli, hogy tizedet fizetel, vagy nem fizetsz. Ha fizetsz, neki az is mindegy. Az ördögnek nem az a legnagyobb problémája veled, hogy mondjuk szombaton felöltözöl és elmész a gyülekezetbe, menjél. Az ördög egy dolgot akar elérni az életedben. Hogy megtörje a hitedet a Teremtő Istenben. Aztán, hogy te mit csinálsz? Melyik nap mész templomba? Hova jársz? Mit teszel? Ő ezzel nem foglalkozik már utána. Nem, neki nem az a célja, hogy téged valahogyan olyan pogány emberét tegyen, hogy most elnézés a kifejezésért már emberhús tegyél. Hát ha elvezetne ide, örülne neki, félrenélt is, ne essék. De nem ez az elsődleges célja. Az elsődleges célja, hogy akár templomba járó vagy, akár nem, a te hitedet megtörje a Teremtő Istenben. Mert ha te elveszíted a te hitedet a Teremtő Istenben, akkor az ördög már elérte a célját. Mit jelent az, hogy megtörje az életünkben a hitet? Amikor megszakad a kapcsolatunk az Istennel. Amikor azt mondom, hogy az életemben vannak nagyon fontos kérdések, és ezeket a kérdéseket megbeszélem kivel? Hát a szomszédommal, a barátnőmmel, megnézem valami bulvár újságból, hogy mit írnak a horoszkópommal kapcsolatban. Meg nem tudom, én ezennyi dolgot utána járok, mindennek utána járok, mindenkihez utána kérdezek, csak egy valakit felejtek el. Az Istent. Akár párválasztásban, akár munkahelyválasztásban, akár milyen nagy, tényleg sorsdöntő, életet érintő kérdésben, mindenkinek kérem a tanácsát. Csak egyről az Istenért nem. A hit azt jelenti, hogy elveszíted, amikor már elveszíted a reményt. Amikor elkezdesz futni a remény után, mert te szeretnél reménykedni, csak összekevered a kettőt, mert egy dolog futni a remény után, meg egy dolog hagyni, hogy a remény éljen benned. A kettő között óriási különbség van. Hogy te hajszolod a reményt, vagy engeded, hogy a remény éljen benned. Egy érdekes előadást hallottam Budapesten. Azt mondta az előadó, hogy az ember Isten nélkül nem tud járni az igazságban. Egyetértetek? Igen. És az ember Istennel tud járni az igazságban? Mert ha tud, akkor büntelenek vagyunk. Azt mondja, az ember még erre sem képes. Isten képes járni az emberrel. Érzitek a különbséget? Én próbálok valahogyan valamit megtenni, mindig arra figyelek, hogy én mit teszek, vagy megnyitom az életemet, tehát amit megtehetek, hogy megnyitom az életemet, az akaratommal az, hogy Uram, itt vagyok, ilyen vagyok, de téged akarlak követni, cselekedj bennem és általam, és hogy így mondjam, hagyom, hogy az Úr lelke által megváltoztasson engem. Mert én még ahhoz is gyenge vagyok sokszor, hogy járjak az Úrral. De milyen jó, hogy ő nem gyenge az, hogy járjon velem. Itt van Péter, aki azt mondja, Uram, tévedsz, mert én kész vagyok veled, mint tömlöcre, mint halálra menni.
Micsoda bátor kijelentés ez ettől az embertől. Nem figyeltem meg Jézus szavait. Péter kikért titeket az ördög, hogy megrostáljon. Na de mi ez a rosta? Nagyon különös, mert a Biblia, amikor rostálásról beszél, akkor nem azt mondja, hogy általában történik a rostálás a világon, hanem azt mondja, hogy a rostálás a hívő emberek között zajlik. A rostálásban nincsenek bevonva azok, akik eleve tagadják Istent, vagy eleve nem is akarják követni Jézus hitét. A rostálás Izrael népén belül zajlott, a rostálásról Jézus a tanítványi körön belül beszélt. A rostálás a hívő emberek életét érinti. A célja az ördögnek, hogy elveszítsed a hitedet Istenben. De mi maga a rosta? Mi az, ami ennyire megpróbálja az ember hitét, hogy így mondjam? Hadd mondjam így nektek, az, amit a Jelenések könyvében úgy olvashatunk, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és nincs semmire sem szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelem. Hát ez a rosta, a Laodice üzenet, hogy hogyan látom önmagamat, kihez hasonlítom önmagamat. Azt hiszem el, amit az emberek mondanak rólam, jót vagy rosszat, azt hiszem el, amit önmagamról egy képet kialakítok, jót vagy rosszat, vagy elfogadom az Istentől azt a képet, amit lelke által elém tár a Szentíráson keresztül, és azt mondom, hogy Uram, én ezt elfogadom, én látom a hibáimat, én látom az erényeimet, látom azt, amiben megerősítettél, és látom azt, amiben szükségem van a megerősítésre. Én azon a szemüvegen keresztül szeretném önmagamat látni, ahogyan te látsz, és nem azon a hamis szemüvegen keresztül, amit önmagamról alkotok, vagy mások alkotnak rólam. Hát ez a Laodice üzenet. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, pedig nincs se hit, se életszentség, sem egészséges életcél, semmi. De azt hiszem, hogy gazdag vagyok. Lényegében a nagy kérdés az, hogy hogyan gondolkodunk az életről, kihez viszonyítjuk az életünket. Hadd mondjak ez egy példát. Tékozló fiú esete. Oda megy az apjához. Szóval add ki a vagyomból rám eső részt. Tudta, hogy helytelen dolgot tesz? Tudta. Meg tudta magának magyarázni? Hát hogyne? Előfordul, hogy tudjuk, hogy rossz dolgot teszünk, de megmagyarázzuk magunknak? Ezt ezért teszem, azt azért teszem, hát ezt azért kellett meg, hát ezt meg ezért, hát igen, nem volt jó, de. Aztán messze vidékre költözik. Ebben már benne van, ugye? Nem szeretünk annak az embernek a közelségében lenni, aki esetleg úgymond látja, hogy mit csinálunk, akkor inkább messze megyünk, ha tudjuk, hogy helytelen dolgot akarunk tenni, nem? Ha nem találkozhatunk vele. Tudta, hogy helytelen? Persze, meg tudta magyarázni, hogyne? Elkezdi szórni a pénzt, alkoholra, ételre, nőkre. Tudta, hogy rosszat tesz? Hát ha máskor nem, amikor másnaposan felkelt, fájt a feje, szaggatott, akkor csak sejtett, hogy fú, ez a buli nem jól sikerült, megint nagyon leittam magam, és megint ment el a pénzből, és már most lassan elfogyik. De nem baj, hiszen az ember mindent meg tud magyarázni. Ez befektetés. Már népszerű leszek. Kapcsolatokat építek ki. Aztán, amikor elfogyott a pénz, és rájött arra, hogy nincsenek kapcsolatok, ez rossz befektetés volt. Meg tudta magyarázni, hogy elmegy disznópásztornak? Hát persze, hogy meg. Hát most gazdasági válság van. Most mindenkinek szorosabbra kell húzni a nadrágszíját. Majd elmegy az idő, és majd elindulok felfele, mint a rakéta. Csak amikor már ott van a disznóvájnónál, és a disznó értékesebb, mint ő, mert azt mondják, hogy te ne egyél a moslékból, azt add a disznónak, te ilyen halsz, de a disznó nem. Akkor azt mondja, hogy az én atyámnak a házában. Mikor kezd el viszonyítani? Amikor már semmi nincs. Addig kihez viszonyít? Haverok, nők, önmagam. Utána kihez viszonyít? Az atyai ház, az atyához. Tehát ez a Laodice üzenet, hogy kihez hasonlítod? Kihez viszonyítod az életedet? Azt mondod, hogy hú, hát végül is mindent meg tudok magyarázni, mert hogy a példabeszédek könyve mondja,
Minden útja igaznak látszik az embernek a saját szemei előtt. Minden útja igaznak látszik az embernek. Mindent meg tudunk magyarázni önmagunknak. A legképtelenebb dolgokat is meg tudjuk magyarázni. Amikor beszélgettem egy alkalommal egy fiatal emberrel, akinek több szexuális kapcsolata volt házasságon kívül, és próbáltam időzőjelben, hogy meggyőzni arról, hogy ez nem bibliai, akkor azt mondta nekem határozott meggyőződéssel, hogy ő csak a bibliautat követi, mert szereti ezeket a nőket. Mert ezek a nők úgy nagyon rászorulók, stb., és ő semmi más nem tesz, csak Krisztus is szeretettel szereti őket. Nem az volt a gond, hogy ezt mondta, a gond az volt, hogy elhitte. Hogy elhitte. Minden útja igaznak látszik az embernek a saját szemei előtt. Az egész életünket le tudjuk élni önigazultságban. Az egész életünket holtunk napjáig tudjuk állítani magunkról azt, ami nem igaz. Ha már mindenki más, akkor is mi holtunk napjáig tudjuk tenni a szépet, a jót magunkról, azt a képet, ami nem igaz. Az ember meghalhat úgy, hogy az egész életét ilyen önigazultságban élte le. És Péter egy ilyen ember volt, amikor Jézus beszélget vele. Azt mondja, Péter, én imádkozom érted, hogy ne fogjon el a hited. Azt mondja, Péter, de minek? Nem? Uram, én kész vagyok veled meghalni, tömlöcbe menni, bármire kész vagyok, Uram. Látjátok, hogy mennyire helytelenül viszonyítja önmagát a dolgokhoz Péter. De milyen jó, hogy Jézus nem mond le róla, hanem azt olvashatjuk a Szentírásban Máté szerint, hogy Jézus így folytatja a beszélgetést. Akkor mondta néki ki Jézus, itt már a többieknek is mondja. Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Jézus Bibliára hivatkozik, hiszen Zakariásnál olvashatjuk, hogy verd meg a pásztort, elszélednek a juhok. Tehát Jézus elkezd a bibliai igére vonatkoztatva magyarázni Péternek, és erre Péter a következőt mondja, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Figyelj meg megint a viszonyulását. Azt mondja Jézus, hogy mindnyájan megbotránkoztak bennem ma. Hát azt mondja Péter, na hát ebbe igazad van. Ránézek a Józsira, hát el tudom róla képzelni, persze, hát, na, hát, Szilárd, na jó, hagyjuk. Julika, tudnék mit mondani, értitek? Na de én? Aha, én sose. Milyen különös, hogy Jézus világosan elmondja újra, hogy Péter, bajban vagy. Péter, bajban vagy. Mert rosszul látod önmagadat. És erre azt mondja Péter, hogy hát értem, amit mondasz, hogy mindenki más rossz, na de én? Hát ez a lódító üzenet. Hát én gazdag vagyok. A többi az mind nyomorult, szegény, vak, mezítelen. Mindenkiről tudnék mit mondani. De én gazdag vagyok. Jézus még mindig nem áll meg, és azt mondja, Péter, bizony mondom néked, ezen az éjszakán mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Itt már nagyon konkrét Jézus. Péter, mondom neked, hogy ez fog következni. És erre figyeljetek Péter válaszát. Ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Péter eljut oda, hogy meghazudtolja az Istent. Hogy az Isten elmondja, hogy Péter, megrostáltattok, de imádkozom érted. Ó, nem kell, Uram. Minden rendben van. Péter, mindnyájan megbotránkoztak bennem. Hát ők igen, én nem. Péter, te háromszor is megtagadsz engem. Tévedés, ez biztos nem következik be. Hát ilyen az az ember, aki vakságban él. Ilyen az, amikor az Isten az ő lelke által rámutat az életünkben valamire, és én kötöm az ebet a karóhoz, az nem úgy van, Uram. Én meg tudom neked magyarázni. Ha adsz egy kis időt, én megmagyarázom neked, hogy ez miért így van, és miért látod rosszul. Ezt rosszul látod, Uram. Ez nem így van. Lehet, hogy én itt már befejeztem volna, Jézus még nem fejezte be. Jézus tovább küzd Péterért. Azt olvashatjuk. Mondd azért nékik. De most akinek erszénye van, elővegye. Hasonlóképpen a táskát, akinek nincs, adja el felső ruháját, vegyen szabját.
mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy a gonoszok közé számláltatott. Mert amik rám vonatkoznak is elvégeztetnek, azok pedig mondának, Uram, ímé, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. És elmondja Péternek, hogy megrostáltattok. Kikért benneteket az ördög? Elmondja Péternek, hogy mindnyájan megbotránkoztak bennem. Elmondja neki, hogy meg fogsz tagadni engem háromszor, Péter. Péter mindvégig azt mondja, én nem ilyen vagyok. Azt mondja, végén Jézus, adjátok el, amitek van. Táskát, erszéntelő, felső ruhát vegyétek le, és adjátok el, és vegyetek szabját. Mire utalt ezzel Jézus? Vegyetek kardot, szó szerint? Mire utalhatott, amikor azt mondja, vegyetek szabját? Magyarul adjatok oda mindent a szabjáért. Minek a jelképe a Bibliában a szabja? Az Isten igéjének. Azt mondja, Péter, adj fel mindent most, vedd a kezedbe a Bibliádat, olvasd, lásd meg az igazságot, elsősorban önmagadról. És akkor jön Péter, és azt mondja, Uram, miért csak milyen szabjám van? Lesz itt csihi, puhi. És azt mondja neki, Jézus, Péter, elég. Miért mondja azt, hogy elég? Mert eljuthatunk abba az állapotba, kedves gyülekezet, hogy az Úr már nem tud mit mondani nekünk. Hogy az Úr azt mondja, hogy János, az ördög kikért téged, de én imádkozom, hogy el ne fogjon a hited. De azt mondja, hogy Uram, ez nagyon jó, hogy ezért imádkozod, de nekem jobb lenne egy ötös találat, azért egy BMW-s ártana, egy másik lakás is jó lenne. De azt mondja az Úr, hogy János, neked nem ez a problémád. Neked az a problémád, hogy meg fogsz bennem botránkozni. Én sose, Uram. Én mindig veled leszek, ne aggódjál. Ha mindenki más elhagy, mert tudod, a testvérek ilyenek a gyülekezetben, meg az is olyan, de én sose. És azt mondja, hogy János, te háromszor is meg fogsz ma engem tagadni. Én meg azt mondja, Uram, nem ismersz te engem. Hát biztos, hogy nem. És azt mondja az Úr, hogy János, vedd elő a Bibliádat, olvasd, találkozz velem, találkozz önmagaddal. És arra azt mondja, hogy Uram, van nekem pénzem, nézd meg, milyen jó otthon van, lakás van, minden van. Lesz itt csihi, puhi, meg stb. És azt mondja az Úr, hogy elég. Mert annyira távol vagy tőlem, hogy nem hallod, amit mondani szeretnék neked. Milyen szép a Tóth Árpád vers a lélektől lélekig, amikor arra a kérdésre keresi a költő a választ, hogy ki van tőlünk messzebb és távolabb. A távoli bolygók, vagy a mellettem ülő ember. És sokszor, tudjátok, elbeszélünk egymás mellett. Egy házasságot is le lehet úgy élni, hogy két ember együtt él egy háztartásban, de lélektől lélekig akkora távolság van, hogy hihetetlen. És te próbálnál mondjuk elmondani a házastársadnak, hogy mi bánt, mi fáj, mind változtatnál, de ő hallja, amit mondasz, tehát hallja, csak azt szoktuk mondani, hogy másik vágányon halad a vonattal. És elmegy melletted. Aztán mondod neki, integetsz neki, és ő elmegy melletted. És elmondod neki egyszer, elmondod neki kétszer, elmondod neki háromszor, már negyedik szinte esdekelve mondod el neki a lelked legmélyéből, abszolút nem érti, és akkor azt mondod, hogy elég. Elég, mert már nincs több erőm. Elég, mert már nem tudom, hogy elmondani neked. És azt mondanánk, hogy az Úr, akit befejezte? Nem. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Péter ott áll a tagadás éjszakáján a főpap udvarában, átkozódva, szitkozódva azt mondja, hogy soha nem is ismertem ezt az embert, megszólal a kakas. Ez az a jelent, amikor Jézust kivezetik a főpap tárgyalóterméből, miután már leköbdösték, arcul verték. Erős katonák fogják és cibálják magukkal Jézust ki a következő helyre, ahova viszik elítélni. És a Szentírás egy csodálatos jelenetet mond el, hogy Péter megtagadja Jézust és hallja a kakast, és hogyan Jézust hurcolják elfelé, Jézus keresi a pillantásával Pétert és a szemébe néz. Mi lehetett ebben a pillantásban?
Hát ha ez az én pillantásom, akkor talán valami olyasmi, hogy na megmondtam. Hogy amikor elmondasz egy dolgot, két dolgot, három dolgot, négy dolgot, és a másik azt, hogy nem így van, nem így van, nem így, és bekövetkezik, akkor valljuk meg őszintén, sokszor nem mondunk semmit, mert már nincs helye a szavaknak, de hogy nézni tudunk. Na, mi van? Na, kinek lett igaza, ugye? Nem kell mondani semmit. A másik akkor is összezuhan, tehát hogy egy kilométerre maga alá kerül, és kész. De nem ilyen pillantás volt. Honnan tudom, hogy nem ilyen pillantás volt? Mert ilyen pillantás nem vezet el megtérésre. Jézusnak olyan pillantása volt, amikor belenézett Péter szemébe, mintha azt mondta volna, hogy Péter, én erről beszéltem neked. Én erre szerettelek volna felkészíteni téged, csak nem hallgattál meg. Péter, szeretlek téged. És ez volt az, ami összetörte a nagyon kemény halászembernek a szívét. És azt olvashatjuk a Bibliában, hogy kiment és keserves sírásra fakadt Jeruzsálem utcáin. Kit síratott Péter? Jézust? A saját maga álmait. Azt, amit az éjszaka maga alá temetett. Azt a képet, amit magáról alkotott, és most el kellett temetnie. És azt a fájdalmas igazságot, amivel szembe kellett nézni, hogy milyen ember is ő valójában. A Szentírás azt mondja, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki magát megalázva tekint szét, menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, a szűkölködős kivonza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Milyen volt ez a pillantás? Ami Istenünkhez nincs hasonló, mert ő magát megalázva tekint szét, menjen és földön. Hát ilyen a mi Istenünk pillantása. Így szeretne a mi lelkünkbe tekinteni az Úr. És azt mondja nekünk, hogy állj meg. Kikért az ördög. Megrostáltatsz. De én imádkozom azért, hogy a te hited el ne fogyatkozzék. Mert csak két út van ebből a szempontból. Az egyik a júdási út, a másik ilyen értelemben a péteri út. Hogyan gondolkodod önmagadról? Elfogadod az igazságot, azt az igazságot, amit Isten mond rólad. Évtizedekkel később Péter írt egy levelet a római gyülekezetnek, és a következőt írta ez a tanítvány. Akiket Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Hogyan is készíti fel Isten az ő népét? Hogyan őrzi meg Isten az ő népét a rostálás idején? Mi által? Hit által. Miért imádkozott Jézus Péterért? Hogy a hited el ne fogyatkozzék. Egy nap vissza tud jönni, támogatni a te testvéreidet. Akkor tudta ezt értékelni Péter? Nem. Évtizedek teltek el, mire rájött, hogy az Úr azért imádkozott, ami a legfontosabb volt neki. Az Úr azért küzdött, ami számára a legfontosabb volt. Kedves gyülekezet, lehet, hogyha mi választhatnánk, mi ma mást kérnénk az Istentől, mint amit kapunk. Lehet, hogy másért könyörögnénk, hogy az Úr imádkozzon értünk. De higgyétek el, az örökké valóságból majd visszatekintve azt kell mondanunk, Uram, köszönöm, hogy éppen ezért imádkoztál. Kikért téged az ördög? Megpróbáltatsz? Mint Jób vagy Péter? Ne add fel. Az Úr ma érted imádkozik, hogy a te hited meg ne fogyatkozzék. Amen. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel és imádkozzunk közösen. Köszönjük neked mindenható Istenünk Péter apostolnak az életét. Egy olyan ember volt ő, aki sorstársunk. Sokszor hasonlóak vagyunk hozzá. Hamarabb szólunk, mint gondolkodunk.
hevesen reagálunk valami érzelmileg. Tudunk nagyokat ígérni, aztán negyedét se teljesíteni. Nagyon jól tudjuk megmagyarázni a dolgokat önmagunk előtt is. Neked is nagyon jól meg tudjuk a dolgokat magyarázni, Urunk. És amikor valamiben felhívod a figyelmünket arra, hogy változtatnunk kellene, akkor olyan jó kifogásokat tudunk, Urunk, találni. Szinte egészen elképedünk, hogy milyen bölcsen tudunk kifogásokat találni. Egészen lenyűgöz bennünket, Urunk, az a képességünk, hogy jobbnál jobb kifogásokat találunk. De amikor jó Istenünk, a Te igédbe nézünk, amikor hagyjuk, hogy a Te szent lelked munkálkodjon a szívünkben, akkor bizony sokszor úgy érezzük magunkat, mint Péter, amikor a szemébe néztél. Rájövünk arra, hogy az a kép, amit önmagunkról felépítettünk, mennyire torz, vagy az a kép, amit mások igyekeztek rólunk kialakítani és a szívünkbe plántálni, mennyire igazságtalan, mennyire hamis. Legyen az jó vagy rossz. Jó Istenünk, ez soha nem egy könnyű tapasztalat. Ezt sokszor valóban nehéz átélni. De nélkül nincs megtérés és nincs változás. Mi könyörgünk azért, Urunk, hogy ha kikér bennünket az ördög, és amikor kikér bennünket az ördög, Te járj közbe érettünk, Jézusunk, hogy a mi hitünk el ne fogyatkozzék. Mert ez a legfontosabb kincsünk ezen a földön. Hogy az a szövétnek az a reménysugár mindvégig kitartson, Urunk, és elvezessen bennünket az örök életig. Áld meg így az életünket, Urunk. Áld meg azokat, jó Istenünk, akik nincsenek itt közöttünk. Talán vannak közöttük olyanok, akik éppen a Péteri utat járják. Kifogásokat keresnek, és találnak is. Mert minden embernek igaz az útja a saját szemei előtt. De add, Urunk, hogy ők is eljuthassanak a Péteri felismerésre. Áld meg így a Te néped gyermekeit, áld meg azokat, akik betegek, jó Istenünk, és éreztesd velük, hogy Te velük vagy, ott vagy velük, gondot viselsz róluk, Urunk. A Te isteni kegyelmed nyugodjon meg a mi életünk felett.